Sok szeretettel köszöntök most is minden kedves nézőt. Témánk nyugati és keresztény kereszténységnek a fő jellemzői, tehát ha tetszik, az ortodoxia és a római katolicizmus összehasonlítása, és főként a különbségeknek a tárgyalása. A hatalmas római birodalom területén és annak egymástól távoli vidékein kialakultak eltérő rítusok, eltérő szertartásrendek. Egy ilyen volt az eltérő anyanyelvből adódóan, hogy keleten görög volt a szertartásoknak a nyelve, az istentiszteleteknek a nyelve, míg nyugaton pedig a latin. Kialakul elég hamar egy másik különbség is, ez is a szertartásokhoz kötődik. Nyugaton kovásztalan kenyérrel folytatják az úgynevezett misét, míg keleten kovászos kenyeret használnak a szertartások során. A nyugati és keleti kereszténység eltávolodását némiképp politikai tényezők is erősítették, így például, hogy Rómával szemben Konstantinápolynak a helyzete nagyon megerősödött, hiszen Nagy Konstantin ide teszi át a székhelyét az egykori Bizántiumba, ezt építeti ki hatalmas császári központtá 330-ban, és ezzel a birodalom súlypontja is áttevődött keletre. Hasonló következményekkel jár, amikor Nagy Teodózius 395-ben nyugat-római birodalomra és kelet-római birodalomra osztja fel a birodalmat. Ami keletet és nyugatot, a két egyházi irányzatot élesen szembeállította, az egyik ilyen fő kérdés, az úgynevezett primátus, azaz az elsőség kérdése. A Róma püspökei, akik 4.-5. századtól pápának, azaz atyának kezdik el magukat nevezni és neveztetni, ők a tekintélyüket igyekeztek Péter apostoltól származtatni, és a tisztségüket is, és jogot formáltak, igényt formáltak arra, hogy ők irányítsák az egész kereszténységet, a kereszténység egészét. Ugyanakkor, akkor a középkorban a pápaság csak tiszteleti elsőséggel rendelkezett, de nem rendelkezett egyházkormányzati elsőséggel, és ezt a négy másik fő egyházi központ a birodalomban, a négy pátriárkátus, Konstantinápoly, Antiókia, Alexandria és Jeruzsálem, ezt az igényét, az egyházkormányzati igényét, ezt nem fogadták el Rómának. Különösen nem fogadta el ezt Konstantinápoly, a konstantinápolyi pátriárka, hiszen Bizánc politikai erősödésével párhuzamosan Konstantinápolyt elkezdték új Rómának nevezni, és a pápával egyenlő joghatóságot követeltek maguknak. Jelentős különbséget hoz a két irányzat között az is, hogy milyen népek tartoznak az egyházi fennhatósága alá. Ugyanis a népvándorlás korától kezdődően a népek egy része Róma alá rendelődött vallásilag, ilyenek voltak a germánok, illetve a brit szigeteken az angol szászok, keleten pedig a Balkánon, de aztán Oroszország is ortodox hitet vesz föl, tehát a keleti kereszténységhez csatlakoznak. A két irányzat, tehát az ortodox és a nyugati kereszténység, római katolicizmus között a végleges szakítás, a forma szerinti kettéválás, szakítás az 1054-ben következett be, az úgynevezett nagy egyházszakadás kor. Ezt megelőzően már több kisebb egyház szakadás is volt. Ekkor 1054-ben egy viszonylag jelentéktelen kérdésen kezdődött az összekülönbözés, ami aztán odáig fajult, hogy a Konstantinápolyban tárgyaló pápai követ a Hagia Szófia templomnak a főoltárára lehelyezte a konstantinápolyi pátriárkát kiközösítő, kiátkozó iratot,
Na hát a pátriárka sem maradt adós, zsinatot hívott össze, ott pedig a pápát, a pápai követet és támogatóit átkozták ki. Innentől kezdve a két egyház kölcsönösen szakadárnak nevezte egymást. A 20.-21. században történt ezen a téren némi enyhülés, például 1965-ben 6. Pál a római pápa, illetve a konstantinápolyi pátriárka kölcsönösen visszavonták a kiátkozást, de ettől függetlenül maga a két felekezet, két irányzat teljesen külön álló maradt. Nézzük meg, hogy mi a nagy különbség a két irányzat esetében, az uralkodóhoz, az államhoz való viszony tekintetében, hiszen ebben, tehát a világi hatalomhoz való viszonyban eltérően alakult a helyzet. A keleti kereszténységben, az ortodoxiában az úgynevezett cezaropapizmus alakult ki, aminek a lényege, hogy az államhatalom, a bizánci császár, a szorosan maga alá tudta rendelni az egyházi vezetést. Ez azt jelentette, hogy a császár beleszólt a pátriárkák kinevezésébe, de a saját vallási, teológiai felfogását kényszerítette rá az ortodox egyházra. Ez történt keleten. Ezzel szemben nyugaton a világi hatalomnak nem sikerült egyértelműen maga alá rendelni az egyházi hatalmat, sőt, ennek az ellenkezője az egyházi hatalom felsőbb rendűsége ideológiailag is, ez az elmélet ki lett dolgozva. Első Gelasius pápa Anastasius császárhoz 494-ben írt levelében fejtette ki az úgynevezett két kard elméletét, az egyik hatalom a világi hatalom, a másik az egyházi hatalom, és Gelasius pápa azt állította, hogy az egyházi hatalom a világi hatalom fölött áll. Több száz évvel később ugyanezt az álláspontot nagyon határozottan fejtette ki 7. Gergely pápa, aki 1075-ben adta ki híres iratát, a Dictatus Papét, amelyben határozottan kijelentette, hogy a pápai hatalom a császári hatalom fölött áll. Igaz, hogy nyugaton is törekedtek az uralkodók az egyházi vezetőknek a világi hatalom alá szorítására, például a világi investitúra, tehát a főpapoknak a világi kinevezése révén, de ahogy a történetből jól ismert, ez több évszázados úgynevezett investitúra harcot váltott ki a pápaság és a császárság között, tehát hogy kinek a joga kinevezni a főpapokat, érseket, püspököt, apátot. Így állt elő tehát az a helyzet, hogy a konstantinápolyi pátriárka egyértelműen a császárnak volt alárendelve, míg a római pápaság a küzdelmek által is, de fokozatosan függetleníteni igyekezett magát, és hát függetlenítette is magát a világi hatalomtól. Elmondható az is, hogy a pápáknak szemben a konstantinápolyi főpapokkal sikerült szuverén uralkodóvá válnia a pápáknak. Milyen folyamat eredménye volt ez? Hogy mi Konstantinápolyban végig ott volt a császári hatalom, ezzel szemben Rómában már a birodalom kettéosztásakor a császári hatalom Rómából, a pápaság mellől áttette a székhelyét Milánóba 395-ben, majd 404-ben Ravennába. Tehát a pápaságot közvetlenül a császári hatalom nem tudta Rómában korlátozni, sőt 476-ban maga a nyugatrómai császárság is megszűnt, nyugatrómai birodalom megszűnt. A Róma pápaság súlya tovább tudott növekedni, amikor a fölemelkedő frank hatalom egyik uralkodója, Kis Pipin király, a langobárdoktól megvédi, a Ravenna központú langobárd hercegségtől megvédi II. István pápát, sőt, majd a pápaság megkapja a Ravenna környéki területeket is,
Így 756-ban létrejön a pápai állam, amelynek élén a Róma püspöke, azaz a pápa áll, aki ilyen módon egy állam vezetőjeként más uralkodókkal egyenrangú, szuverén uralkodóvá tudott válni. Ennek nyoma se volt természetesen keleten. Nézzük meg a szerzetesség terén a fő különbségeket a nyugati és a keleti hivatalos egyház között. Nyugaton számos szerzetes rend jött létre, a reguláknak, a szerzetesi szabályzatoknak a változatos sorával. Ezzel szemben keleten csak Nagyszent Vazulnak a szabályzatát fogadták el, és keleten egyetlen egy szerzetesi mozgalom létezik, ez a bazilita rend. Egy másik különbség, hogy a kutatók fölhívják arra a figyelmet, hogy a nyugati szerzetesség az lényegesen gyakorlatiasabb, mint a keleti, mert például a munkára arra sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint keleten, tehát fizikai munkára. Ismeretes a Bencés rendnek a jelmondata, ura et labora, imádkozzál és dolgozzál. Ezzel szemben a keleten a szerzetesség ez sokkal inkább elmélkedő és szemlélődő jellegű volt. Nézzük meg a dogmatikai különbségeket, most már párba állítva, összehasonlítva. Ami az ortodox egyházat illeti, a Szentlélek tekintetében azt tanítja, hogy csak az Atyától származik, ezzel szembe állítja Róma a maga tanítását, a nevezetes filioque tanítást, tehát és a fiú, ami azt jelenti, hogy a nyugat szerint, tehát a pápaság szerint a Szentlélek az Atyától és a fiútól is származik. Nyugaton, tehát a római katolicizmus vallja, hogy tisztító tűz, azaz purgatórium létezik, ezzel szemben az ortodox egyház ezt nem vallja. Ami az egyház szervezeti különbségeket illeti, Róma és Bizánc püspökei az ortodox fölfogás szerint egyenrangúak. Ezzel szemben a római katolikus felfogás azt mondja, hogy a római pápa az egyedüli vezető. Az ortodox egyház irányítását, az egyházi irányításban is különbség van, mert az ortodox egyházat az egyetemes zsinat irányítja, ezzel szemben a római katolikus egyházat pedig a pápa irányítja. Ebből következik is, hogy a pátriárka a legmagasabb rangú püspök, de egymás között egyenlőek. Ezzel szemben nyugaton a püspökök nem egyenlőek a pápával, hanem az elsőség a pápát illeti. Nézzük a további különbségeket. Az ortodox egyházban a püspökök és a szerzetesek nőtlenek, de a papok felszentelésük előtt nősülhetnek, ezért van annyi családos ortodox pap, házas és családos ortodox pap. Ezzel szemben 1075-től, pontosan a már említett 7. Gergelytől a cölibátus a klérus, tehát a papság egészére, papokra, püspökökre, érsekekre, mindenkire, tehát a papságra egyetemlegesen kötelező a cölibátus nyugaton. Ahogy már volt róla szó, kovászos kenyérrel történik az áldozás az ortodox egyházban, kovásztalan kenyérrel a római katolikusoknál, más naptárt használnak, a Julius Cézár féle Julianus naptárt használják az ortodoxok, míg a Gergely naptárt, 13. Gergelyhez, a 1580-as években elrendelt naptárreform révén, 13. Gergelyhez kötődő Gergely naptárt használják a római katolicizmusban. Ikonosztáz választja el az ortodox egyházban a szentét a hívőktől, míg ilyen elválasztás nincs a római katolikus egyházban. Az ortodoxoknál csak egyetlen egy oltár van, és nincsenek szobrok, viszont képek sokasága található. Ezzel szemben nyugaton, tehát a római katolicizmusban számos oltár van, van főoltár és sok mellékoltár, illetve vannak szobrok is a képeken kívül. És akkor most nézzük meg
röviden, összefoglaló jelleggel a két irányzat, a két hivatalos keresztény irányzatnak, az ortodox egyháznak és a római katolikus egyháznak az összehasonlítását. Keleten a szertartás nyelve görög, nyugaton latin, keleten kovászos kenyérrel miséznek, nyugaton kovásztalan kenyérrel, keleten a világi hatalom egyértelműen maga alá rendelte az egyházi hatalmat, cezáropapizmus alakult ki, ezzel szemben nyugaton a világi hatalom nem tudta egyértelműen maga alá rendelni az egyházi hatalmat, és nem alakult ki cezáropapizmus. A pápai állam 756-ban történt megalakulásával a pápa szuverén uralkodó lett, miközben a konstantinápolyi pátriárka továbbra is alá volt rendelve a császári hatalomnak. Az ortodox egyházban a Szentlélek származását tekintve csak az atyától származtatják, míg a rómaiak kimondták a filióque elvet, azaz a Szent Szellem az atyától és a fiútól szerintük egyaránt származik. Az ortodox álláspont szerint nincs tisztító tűz, római álláspont szerint van tisztító tűz. Róma és Bizánc püspökei az ortodox felfogás szerint egyenrangúnak számítanak, ezzel szemben római felfogás szerint a római pápa az egyedüli legfőbb vezető. Az ortodox egyházat a zsinat irányítja, míg a római egyházat a pápa irányítja. A pátriárka keleten a püspökökkel egyenlő, míg nyugaton a püspökök közül a pápa az elsőség. Az ortodox egyházban a püspökök és a szerzetesek nőtlenek, a papok viszont felszentelésük előtt nősülhetnek, ezzel szemben kötelező papi nőtlenség, kötelező cölibátus van nyugaton. Keleten a Julianus naptárt használják, nyugaton a Gergely naptárt használják. Az ortodox egyházban ikonosztáz választja el a szentét a hívőktől, míg ilyen módon az oltár nyugaton nincs elválasztva a hívőktől. Keleten csak egy oltár van, szobrok nincsenek, csak ikonok, ezzel szemben nyugaton a főoltáron kívül számos további oltár is van, illetve szobrok is találhatók. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!